Sziasztok! Ildili vagyok Los Angelesből, és ti, akik már ismertek, tudjátok azt, hogy életem utolsó éveit nektek szánom. Ez az én ajándékom, hogy átadjam nektek mindazt, amit a hosszú 80 év élet során megtanultam, hogy nektek könnyebb legyen. Éjjel jött egy gondolat, amit szeretnék megosztani veletek, mindjárt le is írtam versbe, és íme itt van. A címe: Magyarnak születtél. Ne hagyjuk, hogy a politika szétválasszon minket. Én hiszek a becsületben mindenféle szinten. Hiszek embertársaimban, a jó emberekben, és abban, hogy élhessünk egymással szeretetben. Testvérem vagy, mert magyar vagy. Ez érzés mindig feldobott, mert édesanyám a bölcsőben magyar dalokkal ringatott. Nekem nem számít, hogy hova tartozol, hogy miért harcolsz, mit hiszel, és mind vitatkozol. Csak az számít, hogy jó ember legyél, s amit csak tudsz, mindent megtegyél. És mint én, légy büszke arra, hogy magyarnak születtél. Egy másik verset is írtam, amit már többen láttatok, de azt is elmondom, ez is nagyon rövid, mert nagyon hasonló a témája. És ne felejtsétek el, még egyszer, megnézni a vlogjaimat, és már ha ott vagytok, akkor hagyjatok egy pár kedves szót nekem. Csak ennyit kérek tőletek. Oké, tehát itt van. Facebook barátaim, köszönöm, hogy vagytok, a sok szeretetet és mindent, amit adtok. Szeretlek titeket, mert magyarok vagytok. Csak az fáj őszintén, hogy ketté szakadtok. Büszke vagyok rátok, itt a messzeségben. Győzelmeiteket lelkesen kísérem, mert kimagaslatok szerte a világban, úgy Nobel-díjakkal, mint olimpiákban. Veletek örülök, és veletek sírok, s a szívembe zárok mindent, amit írtok. Kerüljön el bal sors, s minden rossz és átok, a jó Isten áldását kérem én reátok. Ezért van kétféle vlogom, az egyik magyarul, a másik angolul. Az angolul Ildili a YouTube csatornámon, magyarul pedig Ildili magyarul, ez az YouTube csatornám neve. Ott megtaláljátok a vlogjaimba mindenféle dolgot, boldogságról, a egészségről, megtaláljátok a szépség titkait, hogy hogy lehet mégis 80 éves korban valahogy kinézni az embernek. De megtaláljátok az összes titkaimat. Oké? Okay? Na, a másik az, hogy szeretnék is boldogságot hozni az életetekbe. Felvidítani, kicsikét balondosnak lenni, hogy értsétek meg, hogy az élet túl rövid, nem érdemes depressziósnak lenni, vagy olyan dolgokat törődni, ami bánt. Ami nem tudtok változtatni, azzal ne törődjetek, az élet túl rövid. Szóval ezt a két dolgot akarom nektek átadni. És akkor írjatok nekem mindig próbálok válaszolni nektek. Puszilek benneteket, és ne felejtsétek el, hogy nagyon szeretlek benneteket. Sziasztok!